Önök a Startot látják október 10-én pénteken reggel, két nappal az önkormányzati választások előtt. A stúdióban Schiffer András, az LMP társelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogyan látja az LMP helyzetét így két nappal az önkormányzati választás előtt? Két nappal egy választás előtt elég nehéz pontosan belőni az embernek a saját pártjának a helyzetét. Hát én nagyon remélem azt, hogy sikerült azt elmondani minden városban, hogy mit tettek le az asztalra az LMP-s képviselők az elmúlt 4 évben. Bemutattuk azt, hogy ott, ahol volt LMP-s képviselő, sikerült megmenteni zöld felületeket az ingatlan spekulánsok markából, Békés Csabán, Csepelen. Sikerült elmondani azt, hogy ott, ahol volt LMP-s képviselő az elmúlt 4 évben, ott nyilvánosságra lehetett hozni zárt ülések jegyzőkönyveit, képviselői vagyonnyilatkozatokat, mint Egerben, Veszprémben, vagy például LMP-s képviselők érték el Pécset, Veszprémben azt, hogy a kisgyermekes családok kedvezményesen utazhassanak a közösségi közlekedésen. De nem akarom elhallgatni, hogy az igazi tét természetesen az, vagy a hosszú távú tét az, hogy milyen ellenzéke lesz Orbán Viktornak október 12-e után a következő 4 évben. Igen, éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy a furcsa lehet úgy kampányolni, hogy tulajdonképpen az ember 4 évvel későbbre kampányol. Tehát önök most azt mondják, hogy gyakorlatilag a most leadott szavazatok az LMP-re, azok a 2018-as választást alapozzák meg. Azért lássunk világosan, hát ez nem csak az LMP mondja. Tehát ahogy én nézegettem a híreket, de egyrészt a különböző álbaloldali pártoknak az üzeneteiben is ez rejlik, a Jobbik is hasonlókat mondott. A Fidesz-KDNP meg egy elég furcsa kampányt folytatott, mert gyakorlatilag zsaroltak és fenyegettek. Tehát ők azt mondták, hogy pórul fog járni az a település, amely a következő 4 évben, 4-5 évben, amelyik nem rájuk szavaz. Hát nem ezt mondták, hogy pórul fog járni, hanem azt mondták, hogy olyan emberre szavazzanak, vagy olyan embert választanak meg, aki együtt tud működni a kormányjal. Megfelelő helyen, megfelelő módon csomagolták, de ez volt az üzenete. Én azt gondolom, hogy ennél megalázóbb üzenetet a választók felé alig, ha lehet küldeni. Az elmúlt napokban, a hetekben volt téma a közbeszédben az, hogy ugye a KSH-nak a szegénységi adatokat nem jelentette meg, ezt minden évben ilyenkor jelenteti meg, ezt most elhalasztotta részben anyagi indokokra hivatkozva, részben azzal, hogy más egyéb kutatások eredményeivel összevonva, majd később a választások után jelenteti meg. Erre nyilván az volt a, vagy hát nem feltétlenül nyilván, de erre az volt a reakció, hogy a választások miatt halasztják el ezeknek az adatoknak a megjelentetését. Most az LMP megjelentetett egy ilyen statisztikát. Ez milyen statisztika? Hát megjelentettük természetesen, hiszen ez egy rendkívül sunyi húzás. Elmondtuk azt a parlamentben is 2 héttel ezelőtt, hogy miközben a foglalkoztatási adatokkal folyamatosan bűvészkedik a miniszterelnök. Magyarországnak sikerült azt a csodát produkálnia, hogy a foglalkoztatási számok emelkedése együtt jár a szegénységi mutatók emelkedésével. Mi azért tartottuk fontosnak elvégezni ezt a számítást, hiszen szeretnénk világossá tenni a választók felé, hogy nem pusztán kritizálunk, hanem próbálunk megoldásokat hozni, akkor, amikor a kormányzat elmulasztja az egyik legfőbb kötelezettségét, hogy a valós képet adjon a magyar társadalom állapotára, akkor ezt az LMP megteszi. Mi a jelentősége ennek? Mert nyilván nagy jelentőségének kell lennie, gondolom én, hogyha valóban úgy van, hogy a kormány ezt emiatt halasztja el. Szerdán Szél Bernadett elnöktársam és Osztolykán Ágnes, aki egyébként Csárdi Antal győzelme esetén a városi jóléti alpolgármestere lesz Budapestnek, azért mutatták be ezt a számítást, mert addig gyógyírt találni, akár a lakhatási szegénységre, gyógyírt találni a rezsiszegénységre, hiszen nagyon sok emberen a Fidesznek a különböző trükkjei sem segítenek, gyógyírt találni arra, hogy a szegénység hogyan termelődik újra, most már 4. évszázada családról családra különböző régiókban, akkor lehet, hogyha világos számaink vannak. Én azt gondolom, hogy azért volt nagyon fontos az, hogy mi ezt megtettük, és mellé tettük a fővárosi szociális programunkat, mert ez üzenet a kormánynak, és természetesen üzenet a baloldali fővárosi választók felé is, hogy van választási lehetőségük, nem csak jobboldali főpolgármesterek programjaira lehet szavazni, hanem egy olyan programra is Budapesten, amelyik elkötelezett a szegénység enyhítése, felszámolása, elkötelezett a társadalmi integráció mellett. Ugyan azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy a kormány felelőssége az megkerülhetetlen. Egészen konkrétan az elmúlt 4 évben hol van a kormány felelőssége abban, hogy ezek a számok így alakultak, így alakulnak? Először is szerintem a legimpozánsabb szám az, hogy Magyarországon az elmúlt években az 1-6-os arányszámról 1-9-esre nőtt a társadalmi különbségek, tehát a legalsó és a legfelső tized
közötti különbség, és ezzel Európa rekordot döntött Magyarország, kicsit ironikusan szólva, Magyarország jobban teljesített valóban a társadalmi szétszakadásban. A kormány felelőssége pedig teljesen nyilvánvaló, hiszen az a társadalompolitika, amit Orbán Viktor követ, ha úgy tetszik, az a társadalomkép, ami ott van Orbán Viktor fejében, az arról szól, hogy létrehoznak egy hát nemzeti burzsóáziának elnevezett szűk oligarha réteget, az egész újraelosztási rendszert úgy szerkesztették át 2010 után, hogy ezek a kevesek, ez az felső 1-2 tized az, aki gazdagodjon, miközben a magyar népnek a nagy része az adott esetben arra van ítélve, hogy hosszú éveken keresztül közmunkában ébérért robotoljon. Ezzel szemben az LMP pedig hát már az országgyűlési választási kampányban meghirdette a Megújuló Magyarország programját, ami egyszerre szól arról, hogy hogyan lehet a társadalmi különbözőségeket a társadalmi különbségeket csökkenteni, de úgy, hogy ennek nyilvánvalóan, hogy ma az az útja, hogy kijövünk abból a zsákutcás felzárkózási pályából, abból a zsákutcás felzárkózási útról, amiben az elmúlt negyed század terelte Magyarországot, és a belföldi tőke képzőképességet, a helyi gazdaságot, a hazai kis- és középvállalkozói szektort erősítjük meg. Csak hogy az irányt értsük, tehát konkrétan lehet tudni azt, hogy mi lenne az első, egy-két mondjuk legfontosabb lépés azért, hogy ezek a számok ellenkező hát irányba módosuljanak? Természetesen, hát először is az adórendszer átalakítása, részben ebből egy több kulcsos adórendszer, egy ütemes járulékcsökkentés, ezen kívül pedig hát a presztízses látványberuházásoknak a leállítása, ez egyébként nem csak nemzetgazdasági, hanem önkormányzati szinten is, és ezeket a forrásokat lehet például a szociális bérlakásépítési programokra fordítani, ami jegyzem meg, nem pusztán városi jóléti kérdés, bár most önkormányzati választás van, de ne feledjük el, hogy annak, hogy van egy elhúzódó foglalkoztatási krízis Magyarországon, az is az oka, hogyha ma valaki Abaújban nem talál munkát, nem tud könnyedén elmenni mondjuk Győrbe, az Audi gyárba, mert nem fog tudni lakást találni. Hát nem tudom, én már azzal is elégedetlennék, hogyha azt megtudnám, hogy ennek mi az oka, hogy hosszú-hosszú évek óta ciklusra szóba kerül minden választási kampányban a bérlakásépítés problémája, de az elmúlt tizen akárhány évben én még nem hallottam egy olyan kampányról se, hát, ahol azt mutatták volna be, hogy most akkor... Én erre azt tudom önnek mondani, hogy erről elsősorban nyilván azokat kell megkérdezni, akiknek több ciklusban volt már lehetőségük Tarlóstól Demszkiig, vagy Bokrostól Fodor Gáborig kormányozni az országot, vagy a főváros, és nem tettek semmit. Az LMP szerdán bemutatta azt a programot, hogy azt a programrészt a fővárosi programjából, amire kéri a választók bizalmát, kéri azt, hogy adjanak esélyt arra, hogy mi ne csak beszélhessünk erről, hanem meg is valósítsuk. Jegyzem meg, több önkormányzati képviselünk itt a fővárosban is tett konkrét javaslatokat az elmúlt 4 éves ciklusban. Köszönöm szépen, hogy köszönöm szépen. Kérdésünk.